mentális probléma volt a mögött, hogy egy fél időn át nem tudták azt játszani, amit egyébként tudnak. Akár a Ferencváros, vagy akár a MOL Fehérvár ellen is már be tudtak mutatni. Ám ezúttal az említett időszakban az ellenfél akarata érvényesült. A folytatásban már azt a Paksot láthattuk, amihez hozzászokhattunk. Az első fél időben gyengén játszottunk, arra gondoltunk, hogy a középpályán labdát tudunk szerezni, és abból az első négyes tud majd játszani. Hát nem nagyon tudtunk labdát szerezni, nem is birtokoltuk a labdát. Nagyon gyenge volt az első fél idő. A második fél idővel elégedett vagyok. Ott uraltuk végig a játékot, oda is szorítottuk az ellenfelet hosszú időre a kapuhoz. Akár meg is fordíthattuk volna a meccset, de a játékkép alapján az első fél időt is figyelembe véve azt gondolom, hogy a 2-2 egy igazságos döntetlen. A PFC új vezetőedzője arról is ismert az élvonalbeli trénerek között, hogy ő bizony bátran beveti a mély vízbe, a látókörébe került tehetséget. Így lett kezdő újra Tamás Olivér, nem először játszatta Szabó Bálintot, aki a Paksi középpálya üde színfoltja volt, akit szintén egy korábbi csapatától hozott az edző, aki még ismeretlen a szurkolók előtt. Volt a játékosom, több poszton is tud játszani, én azt gondolom nagyon tehetséges fiatalemberről van szó, aki hát most kezdett gyakorlatilag NB1-be játszani, én szép jövőt jósolok neki is. A cserékkel, a fiatalok bevetésével talált rá saját játékára a Paks, ez vezetett játékbeli fölényhez, a második egyben pontot jelentő egyenlítő gólhoz. A Mezőkövesd nem akart így védekezni, mi kényszerítettük rá. Igen, a cseréknek köszönhető. A Szabó Bálint és a Haraszti két olyan játékos, aki előrefele játszik, le tud venni embert, labdákat tud adni. Tehát összjátékban, labdabirtoklásban lettünk jobb. Fotballban lettünk jobbak a második fél időben. Tehát jobb játékkészségű játékosok voltak fönt, és ez meglátszott. A pontot érő gólt egy már a tavalyi idényben bizonyított, szintén fiatal játékos Sajbán Máté szerezte, aki többek között a Fradi ellen is bizonyította már ebbéli képességeit, befejező csatárként való nagyszerűségét, fontos gólokat tud szerezni. Egyébként az első számú paksi gólfelelős Hán János helyére érkezett a 60. percben. Előtte bal oldalról jött egy beadás, amit én a 16-oson kívül levettem és kitettem szélre. Hát abból a beadásból már gólt szerezhetünk volna, mert Böde Dániel kapufát fejelt, és én a kipattanót rúgtam tulajdonképpen be egyben. A csatár okkal reménykedik, hogy legközelebb a Fradi ellen újra pályára léphet, csereként vagy akár a kezdőcsapatban is. Elképzelhető, lehet, hogy ott visszatérünk a háromvédős rendszerre, és akkor két csatára játszunk, ezt még nem tudom. De ugye most a Vidi ellen is kezdőként játszottam, ahol szintén ezt a háromvédős játékot játszottuk, meglátjuk. A vezetőedző elárulta, már korábban is azért szimpatizált a PSG-vel, mert a klub bővebb keretében volt, és most is van jó néhány sokra, mi több NB1-re hivatott, ráadásul saját nevelésű fiatal. Mindig is volt Pakson 3-4 olyan játékos az utánpótlásban aktuálisan, akik NB1-et simán elérik. Most is van több olyan játékos, több is, mint 3-4, akiben a képesség megvan ahhoz, hogy NB1-ben játszon. Nyilván rajtuk múlik, sok mindentől függ. Ez majd egy 2-3 éves folyamat, hogy milyen szinten tudnak előrelépni és gyökeret verni a csapatba, de a képességeik azok jók. A Ferencváros ellen idegenben is saját játékokat akarják játszani, a 23. forduló után a tabellán a 6. helyet elfoglaló paksiak. De azt gondolom, hogy mi nem nagyon tudunk más focit játszani, legalábbis én, ha magamból indulok ki, nem nagyon tudok más focira gondolni, mint hogy játszunk, és próbáljunk gólt szerezni, helyzeteket kialakítani. Mi nem tudjuk azt a focit megjátszani a Fradi ellen, amit a Diósgyőr, hogy fölállunk 16-16-oson belül, és bekkelünk. Nekünk a legnagyobb védekezésünk, vagy a legjobb védekezésünk az, ha nálunk a labda is támadunk. Ami eddig összességében a PFC játékát, annak eredményességét nézve bizony bejött.